Most pedig az európai kereszténységről, a kereszténység kultúrájáról, a keresztény kultúráról Molnár Attila Károly vallás szociológus, eszmetörténész osztja meg gondolatait, akit megkérek, hogy fáradjon fel a színpadra és tartsa meg beszédét. Köszönöm szépen a szót. Üdvözlöm a tisztelt egybegyűlteket, akik eljöttek erre a beszélgetésre, és köszönöm a szervezőknek a felkérést és a meghívást erre az előadásra. Nem beszéltem össze sajnos, vagy hál' Isten a miniszter úrral, de elég sok ponton hasonló dolgokról fogok beszélni, amit ő mondott el. De ez talán a téma természetéből fakad, nem annyira a mi szoros koordinációnkból. Először egy idézettel szeretném kezdeni a mondandómat. Ugye a teremben jelenlévő, akik a magyar történelmet valamennyire is ismerik, emlékeznek rá, hogy 1532-ben Kőszeg várát ostromolták a törökök, és ugye Jurisics Miklós várkapitány ezt sikeresen megvédte a várat. És amit szeretnék ebben kapcsolatban felolvasni, egy idézet, hogy a 20. század egyik egyik legelismertebb magyar regényírója, ugye Ottlik az Iskola határon című könyvében ír erről az ostromról egy nagyon tanulságos bekezdést. Azt írja Ottlik, te vala sikeres kőszegi várvédelemmel kapcsolatosan. 18 heves rohamot állt ki a vár és a védők. Városlakok, polgárok, parasztok, katonák. Akik akkor az ostromló kimerült, feladta, elvonult örökre. Fura dolognak látszik a nyugati határ szélén védeni egy kisvárat a belülről jövő töröktől, amikor az ország már elveszett, és az ellenség itt már éppen kifelé menne. Nem is lett volna értelme, ha a védők nem tudják, hogy a hazájukon kívül még egy sokkal kisebb és egy sokkal nagyobb hazájuk is van. És ezt mind a kettőt megvédték. A városokat, ahol születtek, és a világrészüket, ahol senki sem borotválta a koponyáját. Ugye itt nyilván a törökökre utala, akik ugye a koponyájukat borotválták. Tehát amire ez az Ottlik idézet utal, az az, hogy akik védték a kőszegi várat, bár éppen ugye a törökök kimentek volna már az országból, tehát ha tetszik, illogikus volt a vár védelme, nem csak a hazájuk, a városukat, a szüke pártjájukat védték, az ismerős utcákat, a pékséget, vagy az életterüket, hanem védtek egy nagyobb, egy tágabb hazát, ami a kereszténység volt, és amiből az örömeik és a bántaik fakadtak egyaránt. Úgyhogy most arról szeretnék beszélni a következő pár percben, hogy mi lehetett ez a tágabb hazájuk, ahonnan az örömeik és a bántaik fakadt. Mi lehet a kereszténység jellemzője, hogyha ezt pár percben meg lehet ragadni egyáltalán, bár elég elvetemült kísérletnek tűnik. Az egész nyugati kereszténység történetének egyik nagy talánya, azt hiszem, amire sokan próbálnak választ adni, hogy keresik a választ, az, hogy ez a viszonylag szegény kontinens, amit Európára gondolok, ez a viszonylag szegény, kopott, sáros kontinens, hogy a csodába tudott valamikor a reneszánsz után, ugye az Amerika felfedezése után kitörni ebből a szegénységből, és saját magát úgy átalakítani, hogy egyben az egész világot át tudta alakítani. Tehát miből eredt a nyugati kereszténységnek ez a dinamizmusa? Ugye mindjárt tudjuk, hogy Nyugat-Európa, vagy általában Európa, az messze nem a legjobb módú, és nem is a legkeresztényebb része volt a római birodalomnak, tehát itt valami belső forrásokat kéne találnunk, hogy megmagyarázzuk, hogy miből fakad a nyugati kereszténységnek ez a világhódító és világ átalakító, a modern világot kialakító képessége. Ezt próbáljuk megmagyarázni. És én azt gondolom, és ebben erre a miniszter úr is utalt, hogy a kereszténység dinamizmusának, a keresztény társadalom dinamizmusának, amit az elmúlt 1000 évben láthatunk, egyik biztosan az egyik forrása az, hogy a kereszténység inkoherens, tele van belső ellentmondásokkal, feszültségekkel, amit
Amit persze a kritikusai gondolom nagyon szívesen a szemére vetnek a keresztényeknek ezeket a belső ellenmondásokat, feszültségeket, de akkor is ezekkel együtt élünk, a keresztények ezekkel a ellentmondásokkal, feszültségekkel együtt élnek, és ez adja meg a gondolkodásuk, cselekvésük, világuknak a jellegét. Mik ezek a belső szembeszökő ellentmondások, inkoherenciák? Az egyik talán legfontosabb, sokat emlegetett feszültségforrás az, hogy a kereszténység két nagy hagyományt, Atént és Jeruzsálemet kapcsolja össze. Nyilvánvalóan két teljesen eltérő kultúra, az aténi görög filozófia hagyomány, illetve az ószövetségi zsidó gondolkodás. És ezt a két hagyományt a kereszténység nem úgy kapcsolja össze, hogy valahogy szintetizálná, vagy megoldaná ezeknek az ellentmondását, hanem mind a kettőt magában tartja. Emiatt van egy folyamatos belső feszültség, ami Atén és Jeruzsálem között van, tehát ez nem szűnik meg a kereszténységben, azt akarom ebben mondani, az a belső feszültség. Ilyenekre gondolok, mint például a természet, ugye a görögök természetfogalma, illetve a teremtés a zsidó gondolkodásban, az ész a görög gondolkodásban, illetve a hit, a zsidó gondolkodásban, és itt tovább, tehát számtalan ilyen ellentmondást lehetne még felsorolni. Ezért van az talán, hogy egy múltszázadi neves német katolikus szerző Carl Schmitt, ugye az egyházat, a római katolikus egyházat úgy nevezte, hogy coincidentia oppositorum, tehát az ellentétek együttállása, együtt létezése, ami a őszerint a római katolikus egyházat jellemzi, de valószínűleg az egész kereszténység általában elmondható, de nyugatira mindenképpen ezeknek az ellentmondásoknak az együttléte. A másik feszültségforrás, ami a kereszténységet jellemzi, ez pedig a normativitás, az eszmények léte. Ez elég arra gondolni mindenkinek, hogy a görögök megfogalmazták a normákat, és ezt ugye látom ott a normákat, amilyenek szeretnénk lenni, azot ugye igazságnak vagy igazságosságnak nevezzük, és világos a keresztény hagyományban, hogy ennek az igazságnak a megtestesítője az egyház, amely igazságot soha nem tudunk elérni, vagy csak nagyon kevesek, és valami isteni beavatkozás, kegyelem révén esetleg, de alapvetően ezt a normáknak nem tud a keresztény ember megfelelni, és ebből a tudattal kell élnie. Tehát nem csak a logika, nem csak a gondolkodásunkban vannak ellentmondásunk, de folyamatosan abban a világban nő föl a keresztény ember, hogy azok az ideálok, amelyek a helyeset, a jót, a szépet jelentik, amelyek esetleg az ő túlvilági sorsát is majd eldöntik, ezek az ideáloknak nagy valószínűséggel nem tud megfelelni, csak nagyon kevesek és nagyon nehéz feltételek esetén. Emiatt tehát a keresztény kultúrában egy fontos eleme a folyamatos rossz érzés, az önelégültség hiánya. Egy keresztény nem lehet farizeus, nem lehet ilyen, nem, tehát az erkölcsi kioktatás, az erkölcsi önelégültség az távol áll alapvetően ettől a hagyománytól, amennyiben ezt komolyan veszük, hiszen abban kell fölnőnie egy ilyen kereszténynek, hogy nem felel meg a saját magától vallott eszményeknek. Ez viszont egy újabb dinamizmus jelent, hiszen folyamatosan arra kell törekedni a kereszténynek, hogy megpróbálja megközelíteni, esetleg is érni ezeket a normákat. Ami normáknak az elérése, megközelítése, ugye szintén csak a görög hagyományra hadd utáljak vissza, nagyon gyakran a határok, a létező határok átlépését jelenti. Ugye ez a határ átlépésnek a latinból származó elnevezése ugye a violencia, amit ma inkább erőszaknak szoktak fordítani, de eredetileg ugye törést jelent határ átlépés. Tehát amit akarok mondani az, hogy a keresztény kultúrának, a keresztény vallásnak része az, hogy az eszmények elérése érdekében akár még a violenciát, a határok átlépését is vállalja a keresztény, akár önmagával, akár a többi embertársával szemben. Tehát folyamatosan benne van a konfliktus ezekben a keresztmény törekvésekben. És mindezzel ellentétes, amiről eddig beszéltem, mindezzel ellentétes az a elégedettség, önelégültség, amit mondtam az előbb a farizeusokra, vagy bármiféle evilági utópiákra gondolunk, a modern kor, főleg az elmúlt 200 év ugye az tele van olyan
irányzatokkal, akár a Marx-féle kommunizmusra gondolunk, vagy a Comte-féle pozitivizmusra, vagy a nácizmusra, a bolsevizmusra, amelyek úgy gondolják, hogy valamiképpen ezt a dinamizmust meg lehet haladni, túl lehet lépni, vagy legutóbb ugye 1989-ben egy amerikai gondolkodó Francis Fukuyama ugye hirdette meg a történelem végét, hogy elértünk volna abba a stádiumba ez a liberális demokrácia, amikor megszűnnek az alapvető dilemmáink, és végül is minden nagy kérdés megoldult, és innen kezdve lényeges változás és lényeges konfliktus nem történt, még már ugye Fukuyama szerint. Azt akarom ezekkel a példákkal, ezzel a felsorolással mondani, hogy azok a irányzatok, a modern kornak azok az irányzatok, amik valamiképpen ennek a meg akarnak szabadni ettől a belső konfliktusoktól és az ebből fakadó dinamizmustól, azok jellemzően nem keresztény, vagy egész nyíltan keresztény ellenes irányzatok voltak. És hát ugye a keresztény emberek jellemzően ezeket a rendszereket, akár fasizmus, nácizmusra gondolunk, vagy éppen a nem tudom, pozitivizmus, és így tovább, azokat nem is viselték el túl sokáig. Hát folyamatos volt ezekkel szembeni, hogy mondjam, fellépés, ellenszegülés, ellenállás, lázadás, és így tovább. Persze a kereszténységben is vannak olyan irányzatok, persze előfordulnak a Cromwell puritánjaira gondolunk, vagy a különböző középkori eredetnek mozgalmakra, amelyek valamiképpen ezektől az ellentmondásoktól megpróbáltak megszabadulni, de ezek mindig csak ilyen rövid életű mozgalmak voltak, és elég gyorsan lehanyatkodtak. Oké. A másik nagy forrása a kereszténységen belüli konfliktusoknak és dinamizmusnak, ez abból fakad, hogy a keresztény kultúrában nagyon erős a gondolat, az átadás és megérzésnek a gondolata, tehát az, hogy van valamilyen történt valamikor a történelem hajnalán egy kinyilatkoztatás, akár Jézusra gondolunk, akár Mózesre, vagy esetleg a görög hagyományra gondol valaki. Tehát történt legalább egy fontos kinyilatkoztatás, és ezt kell átadni a következő nemzedékeknek, és megőrizni. És ebből a tudatból, hogy egy örökségnek a hordozói képviselői a keresztények, ebből fakad annak a folyamatos tudata, hogy ennek az örökségnek nem tudunk megfelelni, későn jöttünk, valamiképpen el fogunk térni tőle, kevesek vagyunk hozzá. De folyamatosan ott van a normativitás, amiről az előbb beszéltem, hogy vannak normáink, amiket megkaptunk valamikor a történelem hajnalán, és ezeket kéne nem csak őriznünk, hanem átadni, bár nem tudunk nekik megfelelni, de előttünk van az igény, az átadás megőrzés igénye. Ennek az átadásra és megőrzésnek egy jó paradigmatikus példája mondjuk Jeremiás próféta az Ószövetségben, vagy éppen a Klünyi reform ugye a 11. században a katolikus egyházban, és így tovább, amikor nyilvánvaló vált az a törökvés, hogy valamiképpen a lehetőleg az egész társadalom, az egész mondjuk keresztény társadalom próbálja követni ezt a megkapott tanítást és a megkapott normákat próbálja követni. Később aztán persze ez a képzet ez annyiban változott, hogy ugye Erasmusnak van ez a híres könyve, a Libri Antibarbarorum, tehát a könyv a barbárok ellen, amelyik azt írja, hogy a barbárok köztünk élnek, tehát a saját társadalmunkban élnek a barbárok, nem kívül, nem a határunkon kívül élnek a barbárok, hanem itt bent, ezeket kellene valahogy megnevelni, és közelebb vinni a normákhoz, a normativitáshoz. Még akkor is, ha világos, hogy ennek nem tudunk megfelelni. A nyugati keresztény kultúra jellemzően távol állt azoktól a megoldásoktól, mai napig távol áll azoktól a megoldásoktól, amit a keleti vallásokban azért elég elterjedt, hogy tudnilik valamilyen módon tudatmódosítószerekkel, vagy a tudatvesztés különböző technikájaival, a tudat kiürítés különböző technikájával megszabaduljon az egyén ettől a szorongástól, amely szorongás abból a bűntudatból ered, hogy nem tud a normáinak megfelelni. Tehát a keresztény kultúra arra tanít meg, tanította meg a keresztényeket, hogy éljenek együtt ebben a rossz érzéssel, és próbálják a világot és saját magukat alakítani. Még akkor is, hogyha ez reménytelen, ez egy sziszifuszi vállalkozás, hogy az előbb mondtam, a keresztény tanítás szerint ez egy sziszifuszi vállalkozás, hogy ezt ellentmondásmentességet elérhesse a keresztény ember, hiszen egy keresztény szerint
a világnak ezek a konfliktusai, harcai, kudarcai, ellentmondásai, és az ő belső békéje is csak akkor fognak megszűnni, és az ő belső békéje is csak akkor fog helyreállni, hogyha ugye eljön Jézus, és megalapítja a földi királyságát. Tehát, hogy a tudat benne van a keresztény hagyományban, hogy meg kell próbálni ettől megszabadulni, de az is benne van, hogy ez úgyis reménytelen, de mégis újra és újra ki kell gyűrközni önmagunk és a világunk alakítására. Ugye ennek a hagyományos klasszikus megnevezése, ennek a tudatnak, hogy nem tudunk, mármint a meg nem felelés tudatának, ugye a hagyományos megnevezés az akrázia, aminek hát ugye a görögöktől kezdve az újszövetségig, és hát nem beszélve ugye a későbbi keresztény szerzőktől ugye számtalan megfogalmazás van, amit most nem idézek, hogyha megengedik. Ugye, amit magyarul úgy szoktunk nevezni, mármint akráziát, hogy az akarat gyengesége, de ez igazából arról szól, hogy az ember tudja, hogy mi a jó, de mégsem tudja megtenni, és ezzel a tudattal élünk együtt a kultúránkban. És ezt a normativitás, az a rossz érzés, hogy nem tudunk megfelelő normáknak, annak van egy másik kiegészítő forrása, a világ pluralitása, a sokféleségéből eredő kudarcélmény, hogy tulajdonképp számtalan vagy végtelen számú egymással össze nem egyeztethető igényünk van arról, hogy mi a jó és a szép, a különböző hagyományaink a zsidó és görög hagyományból is eredően, végtelen számú egymással nehezen vagy egyáltalán összeegyeztető elvárásnak próbálunk megfelelni. Ezért még a legnagyobb jó szándékkal is, amikor a keresztény dönt, akkor tudja, hogy bizonyos elvárásoknak valószínűleg nem fog tudni megfelelni, tehát mindig avval a tudattal cselekszünk, mondjuk ezt egy politikus tudja talán legjobban, hogy avval a tudattal cselekszik, hogy biztos, hogy a tette valamilyen szempontból bírálható lesz, mert valamilyen elvárásnak a világ pluralitásából, sokféleségből fakadóan valamilyen elvárásnak nem fog tudni kimerítően, kiegészítően, kielégítően megfelelni. Viszont pont azért, mert a világ igényli a döntéseket, a világ egyáltalán egyértelmű a normakövetés, a plurális, sokféle szempont összeegyeztetése egyáltalán nem evidens, nem egyértelmű, nem lehet valamilyen tudományos vagy racionális módon ezeket megoldani, ezeket a problémákat, ezért a kereszténységnek egy fontos gondolata ugye az, amit szabad akaratnak szoktunk nevezni, az a liberum arbitrium, amit a jelenlevő protestáns testvéreink nem biztos, hogy örömmel vesznek, hogy erről beszélek. De én úgy gondolom, hogy mégis az egész keresztény kultúra hangsúlyozza az egyén felelősséget, akinek döntenie kell ebben a helyzetben, ahol a cselekvés probléma és mindenképpen valamilyen egyéni megoldást kívánó dilemmák, perplexusok vannak az életünkben. Mindebből az következik, amiről eddig beszéltem talán, hogy a keresztény ember önképe ez a homo viator, tehát az utazó, az átutazó ember, aki a Föld ebben a világban él, de nem a világhoz tartozik, tehát aki csak itt jelen van, de átutazik, és emiatt folyamatosan a világot is próbálja megérteni, és folyamatosan megpróbálja megtanulni dönteni ebben a világban, hogy lehető legjobban oldja meg az előtte levő dilemmákat. Amikor a közeg védői, akikről ugye az idézetet olvastam a beszédem elején, amikor a közeg védői védték a nagyobb hazát, akkor ezt a világot védték, amelyik tele volt ünnepekkel, húsvéttel, karácsonnyal, és mindenféle kellemes egyéb ünneppel, ugyanakkor tele voltak szorongással, kétségbeeséssel, viszont a kereszténység nem csak megtanította az embereket arra, hogy elfogadják ezt a rossz érzést, a meg nem feleltségből fakadó szorongást, rossz érzést, hanem a kereszténység technikákat is ajánlott, intézményeket ajánlott arra, hogy hogyan birkózzanak meg az emberek a világban fakadó rossz érzésekkel. És akkor most már az időm lassan lejár, még egy perce van, csak nagyon gyorsan. Ezzel szemben, ezzel a keresztény emberrel szemben valóban kialakult az elmúlt 200 évnek egy modern kultúrája, elsőben Nyugat-Európában, vagy Európában, ha tetszik, amelyik egyre inkább megszabadul ettől a keresztény hagyománytól és a keresztény embertől, és egyre inkább azt az eszményt alakította ki a modernitás, hogy a világ tökéletesíthető, a problémák megelőzhetők, megoldhatók, alapvetően lehet egy problémamentes és dilemmáktól mentes világban élni, megfelelő ésszel, technikával, racionalitással lehet egy ilyen világban élni, és ennek ugye a legutóbb, ennek a világnak a legutolsó elnevezése, amit éppen demokráciának nevezünk,
ahol mindenki önmagát elégségesnek tekintheti, és önmagában elégségesnek, aki nem szorul rá mások tanácsára, segítségére vagy kritikájára. Emiatt aztán az alakult ki az elmúlt 50-60 évben eléggé jól láthatóan, hogy az egyik legnagyobb politikai bűn, vagy erkölcsi bűn az lett, ha valaki normatív igényeket fogalmazott meg, valaki elvárásokat fogalmazott meg az emberekkel szemben, amiknek nekik meg kellene felelni. Hiszen mindenféle elvárás megfogalmazása azt is jelenti, hogy a másokban ugye bűntudatot keltünk, rádöbbentjük arra, hogy tökéletlen és nem képes megfelelni. Egy Reinhold Niebuhr nevű protestáns, amerikai protestáns teológustól idéznék egy picit hosszabban befejezésképpen. Azt mondja, a modern világról írja ezt, ugye az Egyesült Államok 20. században. A könnyű lelkiismeret általánossága a modernek közt több, mint meglepő, mivel olyan korszakban mutatkozik, amely olyan, mint a burzsá kultúra hanyatlása a 18-19. Században. A modern ember társadalmi káoszban és politikai anarchiában él. Korunk tele van az emberi hisztéria és düh megnyilvánulásaival, és az arra irányuló démoni képességei és hajlamai bizonyítékaival, hogy megtöri a természet harmóniáját és a racionális önfegyelem prudens szabályait. Mégis, ezek az ellentétes bizonyítékok nem zavarják meg a modern ember önmagáról kialakított jó véleményét. Tehát ez a jó vélemény az, hogy a modern ember úgy gondolja, hogy önmagában egy ens completum, egy önmagában teljes, befejezett egész. És itt eljutottam a mondandómnak a végére, hogy ugye azt a paradox helyzetet látjuk a mai világban, hogy minél inkább önelégült a modern ember önmagával és a világával szemben, a saját társadalmi, gazdasági viszonyok szemben minél inkább elégedült, annál inkább kialakul ez a befejezettség, lezártság érzése a modern nyugaton, és ebből együtt a nyugat ugye elvesztette láthatóan ezt a dinamizmusát és ezt a kovász jellegét, amit az elmúlt 5-600 évben az egész világon bírt. És minél inkább önelégült ebben ez a modern ember, minél inkább úgy érzi, hogy a világot a saját képére tudja alakítani, uralkodni tud rajta, annál inkább a saját világát, annál inkább elutasítja gyakran, és annál inkább illegitimnek és kielviselhetetlennek tartja a saját világát. Ugye egy Roger Scruton nevű angol filozófus ezt úgy nevezte, hogy oikofóbia, tehát a sajátunk utálata, a sajátunktól való irtózása, az oikofóbia, ami a modern embernek lett a jellemzője. Köszönöm szépen a figyelmüket, ennyit szerettem volna elmondani most.